Mit jelent Holló Laci bácsi a magyar képzőművészetben, illetve a nemzetközi képzőművészetben? Leginkább a magyar képzőművészetben ismert Holló László neve a 20. század elején kialakult expresszionizmusnak volt jeles képviselője, és a magyar stílust hűen követve az úgynevezett alföldi expresszionizmus stílusának a képviselője. Hát ő európai iskolát megjárt művészként, félretéve a hírnevét öregbítve így úgymond egy nyitott, világlátott alkotóként tért vissza Magyarországra. Kiskunfélegyháza őrzi az emlékét. Mennyire van benne az átlag emberek tudatában, hogy mekkora is volt ő valójában a festészetben? Hát nem is akarok az átlag ember nevében beszélni, mert átlag emberek vagyunk, tehát utcaneveket tudjuk, hogy Holló Lászlóról utcát is neveztek el, szobrot készítettek. Igyekszünk az átlag emberek ismeretét bővíteni avval, hogy egy élő képzőművészkör, egy működő képzőművészkörben próbálunk úgymond hírnevet kialakítani, hogy a félegyházi polgárok is megismerhessék munkásságát és az örökségét, múltját.